mennyire rapper lett, mennyi kis buzi meg sztár lett, mennyire pecsám után kárton, mennyi kis geci azt mondja elkurdul. Mostanában a YouTube legfelkapottabb magyar előadója GVM, polgári nevén Varga Márk. Kíváncsiak voltunk, hogy telik egy napja, ezért elkísértük a reggeli ébredéstől egészen az esti vidéki hakniig. Kezdjük az elején. 2013-ban ezzel a klippel vált ismerté, azóta is, ha új dallal rukkal elő, az rekordideig uralja a trendi videók top listáját. Ferencvárosban született, a mai napig ott él a családjával. Innen indul egésznapos együttlétünk. Hello. Ő a kislányom, Varga Melanie, kis Varga Márka, kicsi G, és a feleségem, ő is Melanie. Gino West Márki vagyok, ugye a West az a West Side, ugye nagyon West Coast éles stílus, M mint Márki, ugye a Gino meg az nem tudom, az csak úgy, mondom, egy gyerekkori hülyeség. GVM kora reggel, így gyomorra, üzleti ügyekkel nyitja a napot. Vásároltam egy autót, annak az ügyeit intézem, illetve lakásokat kutatok, keresek házakat. Milyen autót vette? 2020-as Porsche Panamera-t, amiből egy lesz az országban. AMG, a Merci, MS, a BMW. A YouTube sztár hálószobájában kizárólag luxusmárkát találni. Állítása szerint hagyott már ruhaboltban 5 millió forintot göncökért. Mennyi idő alatt keresem meg 5 millió forintot? Relatív. Lehet, hogy valakinek nagyon gyorsan, lehet valakinek röhelyes időtartam ez, mire megkeres egy ember 5 milliót. Mi volt a rekord felépésben egy nap? Mennyi volt a legtöbb? Egyszer volt 12 bulim, egy május 1-re esett. Az átlagom az 2, vagy 3, vagy 4. Hát ezek közt megy folyamatosan a variálás. Mennyibe kerül nálad egy felépés? Ez nyílt titok, 400 ezer forint plusz üti költség, amilyen 500 ezer környékén áll meg. 8 osztályos srác, én csak az utcából tudtam pénzt csinálni, szóval, hogy igen, utcagyerek voltam, és az is maradok legbelül mindig, és azért is tudom ilyen jól megélni azt, hogy ilyen legálisan ennyi pénzt tudok keresni, és nyugodt családi harmonikus életet éltek. Volt, hogy illegálisan kerestél pénzt? Persze. És mondjuk nem félsz attól, hogy mondjuk leszedik itt rólad a Gucci sáladat, miközben jársz itt az utcán? Itt. Hát itt biztos, hogy nem szedik le rólam. Mondom, ez a 9, ez mi vagyunk, ez egy család. Itt, akit látok, az összes rossz forma, az vagy barátom, vagy testvérem. Jaj, látszik. Minden oké. Meghúzzuk ma is. Köszönöm. Az akkor még kölök GVM-et 9 éve Curtis fedezte fel, és indította be a srác karrierjét. Segített ugye, hogy tanácsokkal ellátott, instrukciókkal. A GVM az életem, a legjobb a világon! Organikusan hatalmas nagy rajongói táborom lett. És tényleg sokkal nagyobb sikerem van, mint amiről mertem valaha álmodni. Jó G, olyat mondok, elájulsz testvér, olyan gácsit fogtam, az a jó vér, ez a nő most mindennel felé. Mondjad be! Ugye jött az Ele Junior, nagyon fiatal volt, ő épített egy hidat romák és nem romák közé. És nagyon sok klubtulaj, illetve rendezvényszervező szerint megkaptam ezt a visszaigazolást, hogy én voltam a következő, aki épített egy hidat roma és nem roma emberek közé, erre nagyon büszke vagyok. Azt érzem, hogy valamilyen szinten mégis van belőle hátrányom, mert amit mondtam, hogy én vagyok a top-top-top matematikai alapok alapján, viszont akik alattam vannak 20-30 helyezéssel, azok kapják meg azt a lehetőséget, ami nekem járna. Azért nehogy már azt mondja nekem valaki, hogy csinálok 10-20-30 milliós slágereket, legrosszabb esetben 5-6 milliós slágereket, és nem azt kell jelölni, mondjuk a fonogramra, tessék. Jól mondom, Laci? GVM Music Production. A GVM terméket a GVM Production nevű cég viszi, ahol több más előadót is nevelgetnek. A vállalkozást hárman irányítják. Mark mellett Ginoka, aki GVM unokatestvére, szintén dalos madár, és Jóci a koreográfus, aki a klippek és fellépések művészi megjelenéséért felel. Belecsöppenünk egy business meetingbe. Intézzétek el. Ez rendben van, de akkor adjál paramétereket, hogy mekkora legyen. Pénzt adok, a többi heti dolgotok. Az Ginoka tudja. Tudod? Tudom.
Na. Este fellépés Miskolcon. A ruhamárkák forgalmazói jól tudják, hogy egy klub színpadán GVM korpusza számukra hirdető táblaként értelmezendő. Ingyen kapja. Igen. És akármennyit vihet. Persze. Akármennyit. 4 naponta kell igazítani az arcszőrzetet. Rendezett fizimiskával érkezünk a 90-es években felkapott techno DJ-hez, DJ Juniorhoz. Jobbára ő köti le GVM fellépéseit. Jövőre élő fellépésekkel gazdagítják majd a kínálatot, így most igyekeznek nem túlhasználni GVM arcát. Azért majd egy-két nagyváros ki kellene hagynunk majd, ugye főleg már tavasszal, meg most azért a téli időszakban is lehet, hogy egy-kettőt ki kéne venni, még ha nagyon szeretnéd akkor is. Kora este GVM másik lakásán vagyunk, ahol éppen a legújabb sláger a Hello véglegesítésén dolgoznak. Megvolt a harmóniám, aztán pedig készítettünk rá egy csodálatos alapot. És a Genoka az pedig a komplett mix master. Szóval, hogy a keverésen azon ő ügykörészik. Gyere kislány, hazadoblak, van a csapatommal, hat a vodka, szedek darabokra. GVM dalai néha romantikusak, olykor viszont határozottan, tapintatlanul fogalmaznak a nőkkel kapcsolatban. De a rapper szerint pont a csajok komázzák leginkább a szexista sorokat. Például a TikTokot alapozott csak nők nyomják azt a részt, hogy például... Éjjel 1 óra, Miskolcon vagyunk a blogdiszkóban. Íme a színpadra lépés előtti utolsó, meglepően józan pillanatok a backstage-ből. Marcelltől kaptam egy információt, hogy teljes telt ház van. Teket fel és elcsi a benci! Ugyanolyan jó élőben, mint a YouTube-on? Igen, még jobb! És bejön a márka amúgy is, mint férfi? Persze!